Az idős barát önkormányzati díjra 20. alkalommal pályázhattak az önkormányzatok. Az idősügyi tanácsa javaslattételnél azt vette figyelembe, hogy a pályázó települések önkormányzatai az alapfeladataikon túl milyen további erőfeszítéseket tesznek még a helyben élő idősek érdekében, amelyekkel az idősek aktív közösségi részvételét fokozzák, és az elszigetelődés, a magányotétlenség leküzdése érdekében valósítottak-e megszervezett programokat. A díjat a Zala vármegyei idősügyi tanács elnöke Pácsonyi Imre adta át Keszthelyváros polgármesterének. Keszthely városa példaértékűen szervezi az idősekkel kapcsolatos szolgáltatásokat. Külön érték természetesen az, hogy működtet, fenntart idősügyi tanácsot, és valamennyi civil szervezettel, amelyek időseket is ellátnak, időseket is tudnak soraik között, jó kapcsolatot ápol, és vannak olyan intézményei, amelyek szerepük, funkciójuk alapján külön figyelmet fordít az időseknek. Nagy Bálint az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, a térség országgyűlési képviselője. A díjátadáson beszélt az idősek megbecsüléséről, a közösségért vállalt szerepükről. Amikor egy közösségi vőtervez célokat tűz ki, akkor abban a tapasztalattal rendelkező, nagy tudással, bölcsességgel rendelkező idősebb generációnak a megbecsülése mindig különösen fontos, és én azt gondolom, hogy egy közösséget jellemezés is be is mutat az, hogy az időseiről, az idősebb korosztályáról milyen mértékben és hogyan gondoskodik. Azt gondolom, ez alapvető kötelesség először is, és az, hogy a napi munkába, a napi egyeztetésekbe, a célok meghatározásánál már csak a tapasztalatok, tudásuk révén is az idősebb szépkorú generációt minél inkább bevonjuk, azt szerintem kifejezetten fontos, mint közösségépítés. Manninger Jenő polgármester köszönte meg az elismerést, amelyet az elmúlt évek munkájának eredményeként nyert el a város. Elsősorban az idősügyi szervezeteknek a munkáját ítélték meg, és azt gondolom nagyon fontos, ugyanahogy az egész országban egyre több idős ember van, ők még aktívak, ugyanakkor nagyon sokan vannak, akik például egyedül vannak, vagy a családjuk legalábbis nem minden nap tud róluk gondoskodni. Itt elsődleges a segítség és a gondoskodás. Természetesen a szociális ellátások, egészségügyi ellátás, mindenkinek jár köszönet, aki ebben részt vett, és azért én azt gondolom a legfontosabb a törődés. Az idős barát önkormányzat díjjal elismerték, hogy Keszthelyen az idős lakosok a munkával töltött évek után megváltozott élethelyzetben is megbecsült értékes tagjai a közösségnek és a társadalomnak.